Itt hallottátok először. A fiúk szeretik a romantikát. Nem mindig kell a fiúnak írnia, jó? Mi a kedvenc külső tulajdonságod? Pocak. Szexi. Hogy a tutus. Mik ezek a kérdések? Hey sisters! Megkérdőjelezted már valaha a szexualitásodat? Meg. Most ebben a pillanatban. Most ebben a pillanatban. Sziasztok! Hello, hello, sziasztok! Üdv mindenkinek egy újabb videóban, itt van velem az ikertesünk, Gáborka, és a mai videóban olyan kérdéseket fogok feltenni neki, amiket lányok nem mennek megkérdezni fiúktól. Itt van egy kis noteszem, és nézzük az első kérdést. Mi a fontosabb, a külső vagy a belső? Tudtam. Külső vagy a belső, mell vagy fenék, arc vagy test. Akkor most a válaszokat mondja, Lígy. Ezekben mennyi van benne? Majd megváltod. Én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet eldönteni. Mert egy külső-belső nélkül is szar, meg egy belső-külső nélkül is. Belső-külső nélkül nem sok. Nem, figyelj, nem gondolom, hogy van. A korsó belső nélkül nem sok. Citromos sör is van, de az nem sör. Ezt te találtad ki? De. Kiszi? Ez egy hangkutya, tudod, hogy letaláltam. De ez nem is rímel. A korsó sör nélkül nem sör. Miért a smárolni lehet, de az nem csok, az rímel. Smárolni lehet, de az nem csok. Érted? Érted? Van benne egy ilyen kis menjünk rím. Tovább. Akkor mell vagy fenék? Mell vagy fenék, fenék. Mi a legvisszataszítóbb dolog egy lányban? Ez van nagyon komplex kérdés. Azért valahogy próbáljam meg válaszolni. Nem az, hogyha nem minden elmes. Mármint, hogy érted, hogy érdemes, nem szépen eszik. Például. Nem köszön. Igen, olyasmi. De hogyha buta, azon visszataszítom. Megkérdőjelezted már valaha a szexualitásodat? Meg. Most ebben a pillanatban. Most ebben a pillanatban. Tehát így felvetődött bennem a gondolat, és mondtam, hogy nem. Bocsi fiúk. Heteroszexuális vagy. Mi az első dolog, ami számodra egy csajt vonzóvá tesz? Mit ezek a kérdések? Talán a fellépése, a kiállása, az megnyerő, hogyha maga biztos valaki. Ez ja, jó válasz. Sminkkel vagy smink nélkül? Nélkül. Nincs folyam a sminkkel, mert hogyha a lánynak tetszik, akkor oké. Okay. Hogyha alapból kiemeli azt, ami szép az arcodon, és eltünteti azt, ami nem szép, ami gondolom a smiknek az a lényege, de normális határokon belül azt mondom, hogy jó. De hogyha nem sminkel a csaj, én azt nagyon szeretem, mert természetes, hogy maga biztosan vállalja fel az arcát. Na, öljetek meg, gyerünk! Tény, szép, úgyis... mire válnálsz? Még gyere és tény, szép, tudom, hogy erre vágyom. Számít egy lánynak a magassága? Én ilyen colos gyerek vagyok, 162 cm magas. Az már egy szép érték. Ugye? Az már egy szép kor. Nem vagyok olyan magas gyerek, úgyhogy nekem nehéz olyan lányt találni, aki alacsonyabb nálam. És ezért nem számít. Cigiztél már valaha? Nem. Sisát. A sisát közösen próbáltuk. Úgy, olyasmi, mint a vízipipa, és az arab országokban szokták használni, szóval amikor Dubajban voltunk, akkor kipróbáltuk, úgy szokták, hogy... Dubai life, hello! Hogy sisáznak, és mellé mogyorót esznek, meg ilyen kis sósdolgokat. Kipróbáltuk már, szép és hogyha volt, elég volt. Igen. Ha olyan baráti társaságban vagy, akik rá akarják erőltetni a cigit, az alkoholt, vagy bármi, ilyen durva szert. Akkor meg akartak etetni kiflivel. De ellenálltam. Ellenálltam. Én csak zsemlét. Mert teszkós volt. Igen. Én csak zsemlét teszek, és csak zsaldiból. Rotorcsok. Szóval, visszatérve a lényegre, ha rád akarják erőltetni, ne félj azt mondani, hogy nem. Hogyha emiatt kikerülsz egy baráti társaságból, akkor meg menj és hallász egy új halat a tengerből. Menj és keresd magadnak, jó... Akkor menj és keresd magadnak új barátokat. Miért viselkednek a fiúk máshogy a haverjaik előtt, mint egy lányon kettesben? Én ezt elmondom nektek, itt hallottátok először. A fiúk szeretik a romantikát. Higgyétek el. De ez fiúk közt gáz.
Ez így van. Ez nagyon biztos az a kérdés. A férfiak, vagy a fiúk tényleg összehasonlítják a méreteiket? Nem. Mindenki azt mondja, hogy neki a legnagyobb. Ez. Erre születek azok, hogy akinek nagy lába van, annak. Aki magas, annak. Akinek nagy a keze, annak. Én meg mindig csak Gábor, azt mondom... Gábor, neked nekem egyik sincs, de én mondhatom azt, hogy kis ember nagy bottal jár. Tehát vannak ilyen mondások. Meg kell találnod, melyik illik rád. Nincs olyan, hogy tesi óra előtt akkor mindenki letolja a gatyáját első nap, és akkor megmérik, hogy kinek mekkora, és azt szerint van rangsor és hierarchia, hanem ezzel viccelődnek általában a fiúk. A borotválkozás számít a fiúknak? Én jobban szeretem, hogy ilyen csúvakkal, tudod, hogy bele lehet kapaszkodni. Tudom, hogy sok macera van vele, és köszönöm, hogy borotváljátok, epiláljátok a lábatokat, tényleg köszönöm. Hogyha télen, amikor úgyis csak hosszú gatyát hordtok, akkor nem, és nincsen barátotok, aki előtt ugye nem hordtok hosszú gatyát, akkor nem baj, hogy nem. Szeretik a fiúk, ha a cukinak nevezik őket? Nem. Jó, egyszer-kétszer oké, de a férfiasságokból veszem. Akkor minek nevezze Tarzannak nevezik őket? Alfa. Nem, ezt nem tudom, hogy lányok ilyen túlságosan védelmezőek. Szóval maguknak akarnak téged, az szimpi. Az is nem? Egészségesen, hogyha... Ha túlzottan, hogy csak az enyém vagy, és hát, nem hogyha már átvegy ilyen toxikba, akkor az, akkor az nem. Ez milyen a te típusod? Van ilyen, hogy a típus? Nem. Nekem nincs típus, mert olyan sok formába jönnek a lányok, féle fajtában, hogy... De olyan például, hogy szőke, barna, magas-alacsony, nem? Nem számít, tényleg? Nem. Nekem nem számít. A fiúkhoz szólok. Ha egy lány 17-18 éves körül nem akar veled összejönni, mert azt mondja, hogy komolytalan vagy, az tényleg úgy van. Lehet alapjáraton komolytalan, de hogyha például egy kapcsolatban tudsz komolyan is viselkedni, az a lényeg. Igen. És ezt a lányok megérzik, tudják, hogy ki alkalmas egy kapcsolatban. És azért is, mert az idősebb fiúk, tehát pár évvel idősebb fiúk tudják, hogy kell bánni egy nővel. Tapasztaltabbak. Igen. Ha például több csajjal csetelsz, miért van az, hogy az egyiknek egyből válaszolsz, a másiknak nem? Hogy hallottam ilyet, hogy ráér a srácra a csaj, és hogy utána nem ér vissza egy hétig, nem ez tudom. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nem tetszel neki, nem? Nem tudom ezt igazából megmagyarázni, szerintem ez... Ezt még talán ez ők maguk se értik. Szerintem még ők maguk se értik, csak egyszerűen nincs hozzá kedvük. Én nobody got time for it! Talán, hogy visszajönjön. De miért van az, hogy ahhoz van kedvük, hogy egy lányát visszajönjek, a másikhoz meg nincs? Mert az éppen érdekli őket. És hogy lehet felkelteni egy pacsinak az érdeklődését? Kitty, én nem én vagyok itt a kollektív férfi nép, érted? Tehát, hogy nem tudok én, nem látok bele mindenki fejébe. A kicsit teltebb lányok visszataszítják a fiúkat? Engem nem. Egyáltalán. Szóval nem számít az, hogy mennyire vékony, kövér. Tudom, hogy jól visszatom. Volt már veled olyan, hogy tetszett neked egy lány, de azért nem próbáltad megnyerni magadnak, mert hogy a baráti körön szerint nem volt menő. Ez egy jó kérdés. Ja. Tényleg? Aha. Szerintem volt. És utána tehát, hogy az a lényeg, hogy utána én is eljöttem, hogy nem kell megnyerni. És hogy igaza volt a baráti körömnek, olyan még nem volt, hogy mindenki azt gondolta a csajról, hogy úristen ne, és hogy teljesen ilyen... Ellenem voltak? Csak én voltam nagyon lért, ilyen nem volt. Hasonló volt. Hátrány, ha félénk a lány? Általában hátrány, mert hogyha egy lány félénk, akkor mostanában a fiúk nem fognak oda menni hozzá. Mert a fiúk is félénkek. Vagy a lányok se, mert vagy ők is félénkek, vagy csak egyszerűen leszarják, mert mindenkinek megvan a klikje. Nem tehetsz róla, hogy félénk vagy, hogyha nem mennek oda hozzád, akkor... És nincsenek barátaid, akkor előbb-utóbb változtatsz rajta, és oda fogsz menni valakihez, és nem leszel félénk. Pro tip! Na, a csajnak vagy a pasinak kell előbb írni? Szerintem először a pasinak kell írni, a pasinak kell kezdeményezni, hogyha például a randiról van szó, akkor is szerintem az első randira például a pasinak kell elhívni a csaj, és azt is, srácok léci, határozottan. A lányoknak is jobban tetszik, hogyha határozott vagy. Igen, tehát hogy
inkább legyen határozott, nem tudsz mit veszteni. Tehát, hogy elhívod Randira... Eddig sokkal semmi, hogyha ezután se lesz semmi, nincs változás. Van még lány. Tehát tök mindegy, legyen határozott, mert a lányok sokkal jobban szeretik. Better an oops than a what if. Itt van. Itt van mellettünk, pontosan. Ez, ezt én itt tartom a komódomon, szóval ez elgondolkoztató. Viszont nem mindig kell a fiúnak írnia, jó? Nem szeretik azt a fiúk, hogyha kap egy visszajelzést, hogyha néha a lány ír először, az meg tök jó, mert akkor érzi a pasi, hogy... Te is, hogy a lány is érdeklődik iránta, és ez szerintem így egészséges. És randi után kiírjon. Köszönöm. Én azt mondom, hogy a fiú írjon randi után. Nem azt kell, hogy megint kezdeményezzem valamit, csak ilyen randi után elköszönöm, hogy szia, hazaértem, mert mit tudom én, remélem te is hazaértél, tök jól éreztem magam, köszi, hogy eljöttél velem randizni, vagy valami ilyesmi. Az ilyen kapcsolati dolgokat megbeszélik egymás között a pasik? Ez ugyanúgy mindenki más. Vannak, akik mindenkinek elmondják, hogy mi történt, meg hogy, meg mer, meddig. Én nem. Én inkább magamnak tartom. Mi a kedvenc dolgod egy lányban? Nincs olyan egy kedvenc dolog, vagy nem tudom, én szeretem, hogyha egy lány simán magát adja. Én a humorra gondoltam. Hát igen, a humor, hogyha érti a humort, és hogyha szereti a Marvelt. Úristen, egy szúnyog. Hol? Nagyon szuper, szúnyogétás meg volt, visszaület. Mi a kedvenc külső tulajdonságod? Pocak. Szexi. Nem, tényleg, hogy én szeretem, hogyha... Tehát nem úgy, nem egy ilyen apapocak. Nem olyan jó szőrös. Hanem, hogyha nem teljesen lapos, meg kockás alsa a lánynak, hanem csak így van egy kis pocia. Fura vagy. Amit át tudsz karolni, és meg tudsz fogni. Pocakfétis. Hello. Úristen. Tényleg? A fiúknak vannak pillangóik? Pillangóik. Pillangóik a hasukban? Persze, hogy van. Tényleg? Ezért természetesen... emberi érzés. Mi a neked az a korhatár, ami fölött már nem randizol egy csajjal? Nem tudom, mi a 20 pár. Én amúgy azt hallottam, hogy a fiúk, például az ilyen 20-30-as fiúk, már az idősebb nőkre vágynak, ez szinted igaz? Lehet, hogy van benne valami. Én azért nem, mert most tehát nem érzem magam férfinak mellett, hanem kisfiúnak érzem magam mellette, mert hogy én még nem értem el igazából semmit, és a csaj, hogyha már ilyen 25-6 éves, vagy több, nem tudom, hogy afelőtt. Akkor már kezdett valamit az életében. Akkor már dolgozik valószínűleg, vagy egyetemre jár, vagy elért valamit, van saját háza, és igen, tehát akkor inkább ilyen anyafigura lenne, mint hogy barátnők. Ez lehet. Mit szólnál ahhoz, hogyha egy lány a közelbe bukizna? Hát, ilyen kérdés. Ez az ilyen kérdés. Ezt feltenni is, rossz volt. Azt mondanám, hogy poppá, kijött. Így odafordulok hozzá, hogy gyerekek, ide kiigottál, Réta! Oh my God. Nem tudom, hát megesik emberi dolog, és mit csináljak vele? Júj! Ez olyan, mint Facebookon a megbökés töltött. Visszaböknek? Vissza, igen, azt hiszem, hogy a megbökés az azt jelenti, hogy így ismerősök vagytok. És végigböktem az összes ismerősömet, fiúkat, lányokat, engem megbökött a koppány. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, és mehet a like. Mehet. Like and subscribe. Júj, te ilyen youtubernek vagy teremtve, Gábor. Szóval... Ezt a lámpának nem jó frekvenciája. Hozzak neked nézettséget?